Marihuána, az ördögi növény, a fiatalság megrontója, a jó gyerekek rosszak lesznek tőle. Közel 100 éve a törvény küzd ellene. Folyamatosan tökéletesítik a nevelését. Ez nem apáink marihuánája. A legjövedelmezőbb haszonnövény a marihuána. Tegyük fel, hogy valaki odalép önhöz, és kavicsszerű magokat szór a kezébe, majd azt mondja: ültesd el, és ami kinő belőle, abból kötelet, ruhát és papírt készíthetsz. Mit válaszol? És semmihez nem hasonlítható. Két gyanúsított járt kint a vadonban. A marihuánát illegálisan állami területen termeszteni Kaliforniában. Mi ez, ha nem a válság jele? Minden kiszálláskor lommal. Ron Pugh 29 éve próbálja betartatni az amerikai erdészeti törvényeket. Az erdészesebb a munkánkban. Az illegális marihuána ültetvények felkutatása és felszámoláson 700-szor csaptak le. Ha egyenesen lenézel a fák közé, látod azt a barát? A termesztők pénzszerzés céljából ültetnek marihuánát. Steel. Bárkiről kiderülhet, hogy füvet szív. Orvosokról, ügyvédekről, ingatlankereskedőkről, hippikről, sőt, azokról a konzervatív emberekről is, akik minden vasárnap templomba járnak. Steel. Még gimiben kezdtem 5-10 kilóval. Aztán rájöttem, hogy vehetek belőle 500-at, aztán 1 tonnát, végül 20 tonnát. Szigorúbban őrzik a határokat, a tengeri csempészek. Jó 3 hónapja figyeljük. Mint 750 házban végzett rajtaütést. Üvegházzá alakított külvárosi házakban, fedett melegházakban. Az elmúlt 3-4-5 évben egyre többször találkoztunk melegházi marihuána. Dollár. Sok ilyen kert marad. Mi több, most már a természetet is kijátsszák. A földrajzi helyzet és az időjárás többé nem akadály, pedig közel tökéletes termést eredményez. A tetrahidrokannabinol, a THC, amiből a mai fű igen sokat tartal. A manapság lefoglalt ár, ha a növényenként átlagosan 45 dekagrammal számolunk Miami utcáin, ennyi 3500-4000 dollárt ér. Ha pedig elviszük New Yorkba, ott 7000... Állítottak elő szabadban és üvegházban. Rítja a kukoricát, mint Amerika első számú haszonnövénye. A kábítószer ellenes ügynökség, hogy eltűnjenek ezek az ültetvények, nem fognak. Aktivisták, akik szerint a marihuána elleni törvények rosszak. A legnagyobb marihuána felvonulása. Nemzetközileg ismert élharcosa. Rengeteg fűre van szükségünk. Emberek milliói kellenek, akik termesztik. El kell érnünk, hogy az állam hiába öljön hatalmas pénzeket a fű felkutatására. Ne számítson, mennyit költenek rá. Maradjon nekünk bőven. Hogy mint fiúk? 2000 cannabiszt. Számára marihuánát termesszen. Melegházát elnézve kiderül, hogy egy ipari méretű marihuána ültetvényt is fenntartana, ha törvényes lenne. Nyezeti rendszerként működik. Si neveldéje kiválóan példázza vényt. Minél magasabb a THC tartalom. A levelek és a szárak a komposztálóba kerülnek. Ezek a bimbózó virágok jelentik az ilyenban ragaszkodik a kijelentéséhez, hogy gyógyszert állít elő. A célom megmutatni az embereknek, levél, nem por, csak régi jó vaj. No leaf. A vaj felhasználásával pedig különféle sütputák. Ugyanúgy használható, mint annak, csak megeszek egy sütit. Hasonlítsák össze. Neges anyag, fantasztikus illata van. Ez. Nagyon átható. Ez mind. Csodálatos. Melesz fajtákat. BC Bimbo, rém izom, fehérát okozzák. Különleges termesztési körülményekhez alkalmazkodnak, és magas a THC tartalmaikat, mint a szőlős gazdák a szőlőfajtákat. Angliában termesztik. Rendőr! Van valakinek kérdése?
Az elmúlt években a hagyományos útvonalakon, Afganisztánból, Pakisztán, ma azonban egyre tisztább képet kapunk az otthősebb skunkéról, amely a kezdő elmebetegségek között, amelyekből vágynak rá. De vajon miért? Most a hajszál ereken keresztül a véráramba jut. A vér gyorsan eljut az agyba, ahol a THC receptorokhoz kötődik. Az első bódulatot már... ám mindenki másként tapasztalja meg. A fogyasztó általában úgy érzi, lelassult az idő és kitágult a tér. Felélénkül a szexuális étvágy, nő az eufória. Ugyanakkor nyugtalanság, paranoia, szívritmus zavar és általános szorongás is jeleshet, és ennek a legjobb módja, ha csendben, titokban intézzük az ügyleteket, majd osztozunk a javakon. Steele 26 évesen sajnálkozás nélkül felhagyott a csempészéssel. 7 évvel később még egy utolsó útján tartóztatták le. 12 hónapra ítélték cannabiszt, kötél, textil és papírgyártás céljából. Őkói bevándorlók özönlöttek áthozva lokó, vagyis bolond magja. 1937-re a cannabisz Amerika szerte illegális lett. A fű foglalnak le, mint eddig bármikor. Amerika első drogharcosa példátlan lendülettel és a Fehérház korlátlan anyagi tartós bűnökért a legmagasabb büntetés szabható ki. Az amerikai hatóság tavaly több mint 800 ezer amerikai tartóztattak le miatta. Közel 90%-ukat egyszerű birtoklázi. Ez a marihuána orvosi célú felhasználásáról szóló törvény. 1996 stádiumú halálos betegek szenvedését... Soha még csak meg sem fordult a fejemben, hogy rákos lehetek. Az ember az ilyesmit nem tervezi. A kemoterápia indulatú daganatos betegnek. Eltart egy ideig, szép... Soha nem émelgek, és folyton éhes vagyok. Úgy érzem, minél több kanabisz szívok, annál kevesebb más gyógyszert kell szedni. Hogy a marihuánának gyógyító hatása is van, az enyhülés nálatát sem fogadja el. Az államok kormánya az Amerikában... Izrael 7 nemzedékre visszamenően atyáskodott a kollégái gyógyászati... ...mondta ki tiszta formában egyetlen hatóanyagát sem, ezért úgy gondoltam, épp ideje, hogy ezt valaki megtegye. ...berekre és laboratóriumi állatokra gyakorolt hatását. Megholám olaj alapú oldatot készít a tagolni. Az itteni kutatók... A 20 éves Eyal Prizler másfél éve csontvelő átültetésen esett át. Azóta teste krónikusan kilöki az idegen anyagot. Ez az úgynevezett graft versus host disease, a GVHD, vagyis tumorlízis szindróma. Már látok változást. Akár az emésztőrendszeremet nézzük, mivel elmúlt a hasmenésem, akár a bőr... ...felhasználása betegségek elleni használatot jelent. Az a véleményem, hogy magát a kifejezést is pontosít tartalmazhat, nem hinném, hogy ez a kezelés megfelelő módja. Az államokban a marihuána orvokormány szerint ez túlzott engedékenységet sugall, és kis hián a legalizálással egyenrangú. Hogy van ma? Nagyon jól, és maga? Köszönöm, jól. Szeretnék valamit, amitől jobban alszom. Értem, akkor az indikát javaslom, hármas adagolás szép. Rendben. Kaliforniában 150 dollár és egy gyors vizsgálat ellenében bár... Az orvosi célú felhasználást szabályként változnak. Talán a kaliforniai öböl Richard Leet szeretett teljesen mindenki, csak Amsterdam polgárrés miatt 15-kötve. Lelkesen gyakorolja és hirdeti a marihuasságát látja benne. Láttuk, hogy Oaklandnek ebbe a részébe új életet kell lehelni. Nagyon lepusztult volt. Üres kirakatok egymás mellett. Mi viszont újítást hozna a kerületnek. Lee szerint Amsterdamban város több mint 3 millió dollárnyi forgalmi adóval gazdagodott. És a szövetségi, a helyi és az állami törvény fölött áll, így a széles népszerűség ellenére továbbra is fennáll a konfliktus.
Nem a DEA hozza a törvényeket. Nem mérjük a remében. Jó néhány tudta az Oxfordham Egyetemet, hogy segítsen az embereknek elkerülni a bajt. Az első órákon politikai és jogi ismereteket tanulunk. Várjunk csak! Maga zsaru! Még ilyet! Fel a kezekkel! Védek magyarázzák el, mit tartalmaznak a törvények és mit nem. Hogy van, hölgy? Az orvosi előjegyzés teljesen törvényes. Semmit nem tehetünk ellene, mi sem és ti sem. Ezután jön a főzőtanfolyam. Hasisos süti, bimbo ápolás. Ott az elágazás fölött vágd el negyében talán Lee minden ténykedése törvénytelen. Oakland egyes megválasztott vezetői és polgárai mégis úgy látják... Mi a helyzet? Fizetünk munkáltatói adót és egészségbiztosítást az alkalmazottak után. Minden üzleti tevékenységünk után. Nagyon jó viszonyban... Csonyabb kategóriás, egy csillagosok és a 11 dolláros kis csomagunk. Pár egy adag. A champagne a mai legjobb adagunk. Adhatok mást is? Ennyi lesz. Köszönöm, jó hogy legyen marihuána kártyánk, amellyel biztonságos forrásból származunk. Így viszont sokkal kényelmesebb és civilizáltabb az egész. Mindig fennáll a veszély, hogy nyomozást indít ellenünk a szövetségi kormány. 1996 óta 11 másik amerikai állam méghozzá híresen jó minőségben. Kényelől kitérő, Amerikát fűvel ellátó hippiter, az itteni termesztők titkolóznak és túl sok forog kockán. Nök lefoglalhatja a termést, kalózok lophatják meg őket, szban tartjuk a kilétét. A gazdasági gépek csak cserepes növények, amelyek az fényre áhítoznak. A termesztő gazda. Februárban lesz, aztán jönnek a lépések. Az elm 2006-ban 22 millió kanabisz tövet termesztettek, ami a 15 évvel ezelőttihez képest 10-szeres növekedést jelent. Ez nagy a feszültség. Egy hét múlva már a kristályokon látszik. A közelgő eső miatt szorbisz ültetvények ma már több generációsak. Felnőve a gyerekek is beszállnak a családi vállalkozásba. Nem volna, hogy ide jutok. És mindig egyre csak jobb lesz. Illegális. A kereslet kínálat egyszerű szabályai tartják mozgásbeni, legyen az akár állami területen történő cannabis termesztés. Kalifornia magasan felülmúlja az ország többi részét együttvéve, amit egy napja felfedezett illegális ültetvény razziája. Terből leereszkedve találkozik a másikkal. A terep göröngyös és meredek, nehezen halad a csapat, és nem tudhat... ...ságától függően ketten, négyen lehetnek. Nagyon óvatosnak kell lennünk ezekkel a fickókkal. Általában... Mint egy 100 méter után a csvény, ami jó jel. Egy legfeljebb két hetes lehet volna. A növények már legalább 120 lett volna a területnek. A hat ültetvényen közel 4700 növény cseperedik. Ha megértek volna, ezek a hajtások... A kertészek elmenekültek, de a krédia. Számunkra fel lenne háborodva, mint mi. Gét nem tudják helyreállítani. Ezek az emberek kétban tartanak a kalózoktól, hasis haramiáktól, akik ellopják a termést, és különféle állatoktól, amelyek kettő fennmarad, és több millkeztetés, hogy mivel a termesztők többsége Mexikóból érkezett, nyilván a pénz is oda vándorol vissza. Bizonyos nyomok valóban oda vezetnek, de mindent... A erdészeti szolgálat becslései szerint egyedül Kaliforniában legalább 3000 külföldi fegyveres termeszt marihuánát. Itt az állampolgárok is veszik. Rendkívül alaposan szervezett bűnügyi tevékenységgel állunk szemben. A teljes nyugati partvidéken megvetette a lábát a szervezett bűnözés, az állami erdőt veszélyesek. Tavaly Kalifornia államban 5 ilyen halálesetünk volt úgy, hogy a lakosság... A szekvójában működő termesztők szemtelenek. A smaragd figyelmét, ami veszélybe sodorja működésüket. De mindketten hasznot húznak. Az alítik. A körülményektől és a tettenérés helyétől függően a marihuána fogyasztó a szóbeli figyelmeztetéstől a súlyos börtönkorúan. Helyet, amely a füves életmód fellegvára. És az ENSZ szerint a világ iparosodott részén Kanadában él a legtöbb füves... Kóser só, csak néhány csipet. Aztán 3 cent izopropil alkohol,
és az összes gyantát és lerakódást leszedi a vízi. Ahol egy füves mindent megtalál, amire csak szüksége lehet, a füvet leszámítva. Párca. Igyekszünk beszerezni minden marihuánát, ki a pipámat, és ütős anyagot tettem bele. Úgyhogy ha folyamatosan változik, miként érzékeled a fejedben. Úgyhogy ha valaki józanul betoppan ideje, azt volt a hippi kávézó, de aztán jöttek a zsaruk, és annak már vége. Bezárt. Padlóra. A honlap, amelyet marihuána termesztőknek, használóknak és aktivistáknak szenteltek. Jója a Cannabis Kultúra című magazin havi példányszáma eléri a 40 ezret. Az elegáns lap azt hirdeti, ami Emery szívéhez közel áll, gyönyörű bimbókat és gyönyörű nőket. Kanap. Még 12 óráig itt leszek, és 10-kor kezdtem. Reggel 9:30-kor találkozom volt az óvadék felügyelőmmel, úgyhogy hosszú nap. Hé, otthon is össze kéne hozni egy ilyen helyet, hogy utánozzanak engem. Itt vagyunk, betépt! Millió számra adtam el magokat, és jó okom van arra, hogy magot áruljak. Államokban, Kanadában, és a világ már... Sok országban eltűrjebb hely Hollandia, ahol 1976-ban feloldották a kis mennyiségű fű birtoklására és eladására vonatkozó tilalmat. Spanyolország 2009. januárjában azonban Nagy-Britannia további szigorításokat tervez a marihuánával kapcsolatos törvényeiben. Az Egyesült Államok szövetségi törvényei értem. A kormány a kiadatását követeli, de... Értem. A marihuánában, de az anyag, amivel üzleteltem, olyan, mint az alkohol. És örülnék, ha úgy élhetnék, hogy nem kell... ...kereskednek a drogokkal, legyen az marihuána, kokain, heroin vagy meth, mi a nyomukban leszünk. Az élet a világ minden részén bonyolult. A legtöbbünkön időről időre eluralkodik a nyugtalan, amelyet őseink használtak. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.